Jó napot kívánok! Az imént ért véget a gazdaságvédelmi operatív törzs ülése. A testület átfogó adóügyi könnyítésekről döntött, amelyek érdemben tudnak majd hozzájárulni a vállalkozások működéséhez, és csökkentik a családok terheit is. A könnyítésnek három alappillére van: adócsökkentés, adminisztráció, egyszerűsítés és befektetés ösztönzés. Ezek évek óta az adópolitika fókuszai, azonban a járvány hatásainak csökkentése érdekében gyorsítanunk kell az intézkedéseken. Nézzük a konkrét lépéseket. Jövőre még kedvezőbbé válik a kisvállalati adó. Arról már tavasszal döntött a kormány, hogy 12-ről 11%-ra fog csökkenni január 1-jével az adó mértéke. Most pedig azt javasoljuk, hogy a bevételi értékhatárt duplázzuk meg 3 milliárd forintig, így még több cég választhatja majd a kisvállalati adót. Több mint 1,5 millió államigazgatási ügy intézése válik jövőre ingyenessé. Ezzel 5 milliárd forint maradhat a családoknál és a vállalkozásoknál, az ügyintézés pedig gyorsabbá tud válni. A gazdaságvédelmi operatív törzs döntése alapján 2021 második fél évétől az adóhivatal minden cégnek elkészíti az áfa bevallás tervezetét. Ezzel 500 000 vállalkozás mentesül majd az adókitöltés alól. Újabb befektetés ösztönző lépésekről is döntött a törzs. Jövőre javasolni kívánjuk eltörölni a társaságok fejlesztési tartalékának 10 milliárd forintos felső értékhatárát. Ez reményeink szerint még több beruházást tud indukálni, megvalósítatni majd Magyarországon. Végül pedig a törzs javaslatot kíván tenni arra is, hogy az összes járványügyi szűrővizsgálat adómentes legyen, így tesztenként több mint 7000 forint adó spórolható meg. Folytatjuk tehát az adók csökkentését, a bürokrácia egyszerűsítését. Reményeink szerint ezzel a magyar gazdaság gyorsabban tud visszaállni arra a növekedési pályára, ahol a járványt megelőzően volt.